A kolozsvári Gutmann Mihály pedagógus kórus egy hete ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Repertoáriában Virtalan József egyházi művei, a Szent István dicsérete és a zeneszerző karnagy legutolsó szerzeménye a Csánkó Hímusz hangzik fel. Az együttes előadja a Kiöntött a kisüküdő című népdalfeldolgozást, végül pedig a zeneszerző szülőföldje ültette kórusművel, a három szünetsági népdallal záró műsorunk és egyúttal emlékező énektől rendezkedünk. Műveit megszólaltatva Virtalan József ismét köztünk van. Jóska bácsival együtt vallottuk, valljuk a közös éneklés megtartó elejét. Kántébusz, énekeljünk, énekeljünk! All right.
ünnepélyes átadása. Kérem, fogadják szeretettel a kopjafákat megalkotó fakalapú művész Balázs Antal szavait. Köszönöm. Kedves ellenlévők, hadd mondja vele önöknek, kevésbé vagyok, hogy így a fák falunk annál többet. Írtam a József emlékére novemberben három kopjafa készült. Egy, most november 5-én már a Bakosi Református templom címtervében került feladásra. Két kisebb társam pedig itt van most önök előtt a színpadon. Megbeszéltem Gutmann Emeset elnökasszonnyal, hogy körülbelül mi is lenne a javaslatunk, hogy mi legyen a kopjafák sorsa. Még nincs eldöntve, ezért kikérem a véleményét elsősorban a első sorokban ülő fiataloknak, hogy egyetértetek a gyerekek azzal, hogy a nagyobbik kopjafát elküldjük Tiszaújvárosba, ott, ahol Pirtala József teste nyugszik, mert a lelke az köztünk van, hogy tudják, Pirtala József a miénk, azok, akik itt vagyunk, akiknek dalai csodálatosabbá tette. Egyetértetek-e ti ezzel, de nem sajtatok függ a dolog? Hát, úgy látom, hogy ilyen egyöntetű megerősítést, akkor felkérem, a mester, Pirtala József, unokaöcsének, illetve keresztfiának, aki szintén a Pirtala József nevet viseli és Szilágy Magason él, itt van köztünk a családja föl a párholyban, a lányát, mert fiatalabb, mint a feleség, mint anyu, hogy a nagyobbik kopjafát szíveskedjen átvenni, valahol érkezik. És gondolom most Józsi bátya, aztán nagyon boldog, hogy ilyen szépen ápoljuk a hagyatékát, és a kórusokat és a karvezetőket továbbá arra szeretném kérni, hogy ezt tegyék továbbra is, így továbbra is ilyen szépen, hisz ez a mi közösségünk, ez a miénk, és nem csak az enyém, hanem mindenkiénk, és kívánom azt, hogy az ő szavaival élve énekeljetek, fiaim, énekeljetek, zenéljetek, mert még magyarul dicsérjük az Urat, addig él a nemzetünk. Köszönöm szépen! Ez a kisebb kopjafa, erre már nem kérek döntést, mert én fogok dönteni, most figyeljtek, milyen egyszerűen. Tekintettel arra, hogy Pirtala József emlékének őrzésére a Dalos Szövetség nagyon-nagyon sokat tett. Lám, ez a ma este is nagyjából megintudható. Ezért arra kérem, hogy ápolja ez a Dalos Szövetség Pirtala József emlékét, és hogy legyen amire ami biztosan, mert ha valamire ránézünk, mindjárt eszünkbe jut, különösen ha ez egy kopjafa, hogy Pirtala József a miénk volt. Felkérem az elnök asszony, hogy a Dalos Szövetségnek szánt egy az egyben Szilágy Magosi kopjafától kicsinyített mások, fogadják szervekkel. Nagyon szépen köszönjük Balázs Antal, Csepszeni Haragó Művész úrnak ezt a gondolatot, hogy a harmadik, a kicsi nemzedék, mint egy utánpótlás mi vagyunk. Itt valamennyien, akik ma a Pirtala emlékestre megszólaltattuk, hisz ezt ezelőtt egy évvel úgy gondoltuk, hogy a mester előtt egy szerzői estet ajánlunk fel a 90. születésnapi alkalmában, de Jóisten közbeszólt, és magához szólította, és most már az égiek vegyes karával énekel, vagy éppen karmesterként működik közre. Ő fentről érezzük azt, hogy ránk tekint, és ez a transzcendens erő ránk továbbra is kihat, és hogyha nem szerzői est ünneplésével
tölthetjük a mai estét, hanem szerzői emlékestét. Hát gondolatban pontosan ott vagyunk, dalosok, a Dalos Szövetség szárnya alatt valamennyien, akik a ma esti szerzői esten az ő művét énekeltünk, megszólaltattuk, és bízom abban, hogy akik ma itt voltak, azt továbbadják nemzedékről nemzedékre. Ő az emléke megmarad mindannyiunkban. Köszönjük szépen, még egyszer Balázs Antal. Köszönöm.